Már a műszaki átadás folyik a Nagymányoki bölcsödében, de volt olyan pillanata a beruházásnak, amikor az is kétséges volt, valaha befejeződik az építkezés. Volt, hogy levonultak az eredetileg megbízást kapó beruházók, időközben emelkedtek az építőanyagárak, így az eredetileg tervezett költségvetés sem fette az építkezés tényleges költségét. Közbeszerzés és a kivitelezés vége között volt egy hatalmas lépés az árakba, amit át kellett lépni, úgyhogy egy kis pótfinanszírozásra is szükség volt, ezt is sikerült megoldani. Úgyhogy most itt vagyunk a kézbe, műszaki átadás közbe, tehát zajlik a műszaki átadás, amikor jövő héten fejeződik be. Utána egy engedélyeztetési eljárás, ami nyilván még lesznek kérdések, meg kifogások, meg sok minden, de azt is úgy gondolom át fogjuk lépni, és akkor január 1-től a bölcsödeként fog üzemelni. Eredetileg 135 millió forintba került volna az építkezés, de további 18 millió forintra volt szükség a tényleges befejezéshez. Egy félkész épületet vettünk át, ami egy légi rossz állapotban volt, a falak le voltak ázva, le voltak salétromosodva, tehát megnehezítették a kivitelezést, ezáltal egész más anyagokat kellett beépítsünk, egész más technológiát kellett alkalmazni. Mindenképpen egy félkész épületnek a befejezése, ez egy nagy feladat. Kalbéla azt mondja, megítélése szerint túldimenzionált volt a tervezés, hiszen az egy csoportszobához 200 négyzetméternyi kiszolgálóhelységet kellett építeni, miközben ezek a szomszédos óvodában rendelkezésre álltak. A jelenlegi helyzet az, mondja Nagymányok polgármestere, hogyha ilyen ütemben nő a lakosság száma településen, 10 éven belül egy újabb óvodára és bölcsödére is szükség lesz.